Na, haliha jó, sziasztok! Üdv a csatornán, képen jelentkezik, aztán már zabál, mint az őrület. Azért, mert kitaláltam még valami gyerekek, olyan csodálatosan jó dolgokat talál ki a képen, hogy aztán nem tudjátok képzelni. Egyébként kezd kevés vizem lenni, ha hogy a tököm, ja, ott van még 8 földögél. Jól van, akkor nem szólt a képer. Kitaláltam valamit, gyerekek, hogy hogy fogjuk veretni ezután. Hát nem tökörészünk, mert ez mit old? Szarrasisztet ad. Meg ilyen izét, bettől nagyon izék leszünk, gyerekek. Stamina regent is, hát ilyet akkor vinni kell, gyerekek, ne szórakozzál, nem tudom, hol rakjam. A fákját egyébként a minek hordom magammal, nem tudom. Ezt ide rakom. Most oda végül is pont illeszkedett, nem, srácok? Na, figyeljetek, kitalált a keeper, hogy telezabálom magam. Úgy nagyjából. Aztán akkor nem kell vinnem kaját magamba. Micsoda ész, gyerekek, micsoda ész. Hallod? IQ 1 millió. Kitalálta a keeper. Ez aztán nagyon különben tényleg, ez aztán kölöttész, öcsém. Meg iszok egy csomó vizet is. Még jó, hogy nem kell húgyozni ebbe a játékba. Egyébként azt tudjátok, hogy a hosszúval mondjátok a húgyozást, akkor sokkal fenköltebb. Sokkal inkább ilyen autentikus. Mert ha azt mondjátok, hogy húgyozás, az olyan paraszt. De hogyha azt mondjátok, hogy hosszúval, hogy húgyozni megyek, az meg olyan is olyan nem is tudom, hogy fejezzem ki, hát ez ilyen nagyon kultúr lett mindjárt a helyzet. Oké, gyerekek, viszünk egy kis sörikét, azt majd néha benyomja a keeper, aztán akkor tudunk stamina reggel jobban működni. Egyébként közben rájöttem még valamire, mert igazából olyan hülye vagyok, mint a tök, mert elfelejtem a dolgokat, hogy ugye ezeket kellene növelni, és akkor úgy állokolódnak még a plusz dolgok, mert ezeket föl kéne tolni, ugye ezt tudom tolni, gyerekek. És akkor például ugye, hogyha a következő szintet megvenném, akkor már is 10%-kal valami történik, gyerekek. Igen. Jó, egy kicsit összeszeretlen vagyok, mert én nem is gondoltam, 5 perccel ezelőtt még nem gondoltam, hogy nekiállok Seven Days to Die-ozni. Szoktatok így lenni, hogy így egyből rá eszmétek, hogy hát nekem ez köl szeretném. Egyébként írtátok, hogy most már 4 órakor nyílik a trader. Oh. Hogyha elhallgatok véletlenül, akkor meghaltam, gyerekek. Így néha beszúrom álkosom, de szerintem megfáztam. Így 35 fokban, mert én hülye, úgy aludtam egész éjszaka, hogy fújta a hátamat a ventilátor, aztán lehet, hogy a húzatot kapott a képer, mint az Isten nyila. Na, vigyünk egy-két vizet, bár figyeljetek, inkább tényleg azt kéne csinálni, hogy jól lakod, megiszod, eszed a vizet, megeszed, és akkor úgy csapjuk neki. Na, várjál, megettem mindent is, megittem mindent is, hát gyerekek, már iszik, hallod, már csak azért iszik az csávó, hogy ezt még egy ilyet beverek, gyerekek. Aztán figyelj, a vizet nem viszem magammal, mert tök fülösleges. Mi az, amit nem vigyük magunkkal? Ezeket vigyük magunkkal, ezt eladom a tökbe. Kicsit így rendezkedjünk, gyerekek. Mindig így nyomok egy ilyen sütyentést, azt figyelj, lóvé. Dele vagyunk bazza, hogy győri busz, öcsém. Na, hun vagyunk, mit kell csinálni? Arról beszélünk. Hát srácok, hát nagyon ki vagyok, nagyon fullos a csávó most. Kéne ezt megjavítani, ezt a tuskobuskót. Mivel kell megjavítani? Biztos kűjjel. Huna kűj. Ez komolyan. Egyébként nekem olyan egy ilyen vakságom van, amikor meg kell ezeket nézni, ezeket a különböző itemöket, hogy az... Ja, a közben majd ezeket módosításokat is lehet dobálni. Jó, ezt megjavítottuk. És már ilyen instant javítja, ezért ez baráti, hallod? Ez baráti testvérem. Jó, oké, ezeket vűztük magunkra, már a pisztolylőszer, nem tudom. Van pisztolyom! Gyerekek, hát annyira nagyon coolok vagyunk, öcsém! Hát akkor már nagyon jók vagyunk, tesó! Figyelj, ezeket be kell tárazni, az a lényeg, azt nagy a szar. Hogyha javítókészletet találunk, akkor ezeket meg kell javítani. Hogyha nagyon szar, akkor azért durrantadsz vele, érted? Oda csettintesz az orra alá a zombinak, aztán mindjárt annyira nem érzi magát. Jó, gyerekek, mit kellene csinálni még, mert el vagyok feledkezve. Hát ez itten leég a világ végig. Fú, gyerekek. Hát ezt majd figyelj, begyújtok később, nem? Hát nem kell itten most menni ennek. Lekapcsoltam, itt a water, ez csodálatos. Meg itt is már a water, már benne van a szituációba. Oké, ezt meg ide... Nem, ide bedobom, jó? A water-t. A gyerekek, egyébként kajapia van, hallod, dossza.
Rendesen izai vagyunk, jó vagyunk lagva állandóan, teljesen jól érzi magát már a keeper. Figyeljetek, van háromfajta pesztoly, azért az jó. Itt meg leesek, kitöröm a lábamat kapásból. Egyébként mindig ilyen nagy lendülettel, amikor nekiállok valaminek, akkor így a 5. percben történik valami. Én meg itt rohangálok be, azért aztán még futnak a zombik, mindjárt jön föl a izén. A lépcsőn, aztán omlokon vág, mi? El is hallgatott a zene, hát csodálatos. Ez hiányzott nekem. Ilyen para zene van. Ja, írtátok, hogy 4 órakor nyit a boat. Hát, az egy nagyon para a zene, hallod? Ide beteszem az ajtót is. Itt van még egy ajtó elvileg. Itt ki lehet skubizni. Jó, ki nem megyek, ha rendesen fosok. Na, megyünk ám instant izé küldetés az a gyerekek, ne szórakozzál. Na most már kivegyek, már kevény vagyok, mint a Rambo 3. 56, figyeld! 3 másodperc is nagyon hosszú idő lehet. Kérdezzétek meg a lányokat! Jó van, oké. Hát ez nem volt vicces, tudom. Na! Írtátok, hogy 4 órakor nyit a bót, úgyhogy húzzál bele, keeper. Hoppá! Figyeld, egy sört is bedobok még a stamina regre. Olyanokat rásújtok a csávókra, mint az állat. Zárva van? Gyerekek, már itt tipróttam, öcsém. Oda nézni, olyan gyorsak vagyunk, mint a szélvihar. Na, mi a helyzet, testvérem? Mit válaszolok? Grillezett kukorica. Chardon Weekly. Az mit ad? El lehet olvasni? Crafting skills. Viszont ez kellene. Workstation crafting skills. Szerintem ez lenne jó. Oké, és akkor valami melót adjál, testvérem. 1,3 kilométerre van, hát az éres agyád valaga az megy oda el. Viszont nekem van egy ilyen, hát ki kell ásnia, ez van gyerekek, nem tehetek róla. Vagy pedig nyomjunk egy clear zombit, utálok áskálni gyerekek. Mi ez a nagyköd? Ezt úgy utálom, ezt a nagykötöt ebben a játékban, most direkt levettem ezt, nem is tudom milyen particle effektet. Mondom, hát hogyha az így megblondítja nekem a helyzetet. Tehát nem kell ilyen böszme ködbe járt, ez szürreális. Ez túl nagy, ez gyerekek ez a köd. Ez nekem nem jön be. Gyerekek, ma olyan termelékegyek leszünk, a szemetek megvál, vallod. 100 darab küldetés megcsinálok. Meg se fogok állni, várj, nyomok egy ilyet. Ugyan, küld ilyet befele. Stamina reg, minden. Hoppá, rendesen megütött ez a sör gyerekek egy kicsit, de nem tudom, hogy a francba. Hát azért ennyire nem vagyunk gyöngék, nem? Hát azért nem elég a köd, most meg még be is vagyunk rúgva. Egy darab sörtől, bár nem tudom, az a duncus üveg az mekkora. Nálatok hogy nevezték a befőttes üveget? Befőttes üveg? Nálunk a menőbbek voltunk, mert duncus üvegnek hívta. Édesanyám mindig azt mondta, duncus üveg. Abba el kellett rakni gyerekek, meg a izébe, hallod? A pösgős üvegekbe, meg a izét kellett rakni. A paradicsomot. Ti is raktatok-e paradicsomot? Paradicsom. Passzírozás volt, mindig passzírozás volt, a paradicsom passzírozóval, ezt utána bele kellett rakni az üvegekbe, de előtte ki kellett önteni mindig az előtte évi paradicsom szauszt, mert sose fogyott-e. Mindig ugyanúgy fogtuk, jó, ez baza, valami történt, robbaj, valami izé volt. Olyan érdekes dolog. Na, mit kell itt csinálni? Nyakon kell verni dolgozókat, ugye? Figyelj, clear. Clearelni kell. Hát figyelj, ha clearelni kell, akkor clearelni kell. Hello! Van itt valaki? Itt van egy költ izében éppen út. Az jó, volt benne egy bőr, hallod? Ennyi táskába, de jó. Hát komolyabb oldalom, nagy üzlet volt. Itt figyelj, itt lesznek csapdák, érzem. Hát az ilyen horrorisztikus hangulat. Hoppá! Azt a csávója. Olyat rávertem, a sör még bennem vagy, gyerekek. Még... Mi a fasz? Azért ez cuki volt, hallod? Kösz. Kösz szépen, beszakadtunk érted a izébe, pencébe. Ez valaki már tudta, hogy mi lesz mi. Már előre rögtetek, ott van a gomba, tessék. Hát azzal már kivagyok. Kivagyok segélyvel. Valaga már kitűrőhetem bele. Ezek miért ilyen gyorsak ezek a dolgozók, hallod? De egyébként ez a sör, ez megtette a hatását. Olyanokat rá tudok venni a csávókra. Mi van itt? Mi folyik egy gyöngyösen? Hoppá, dobott lootot, oda nézzél. Hát ez nagyon ritka, nem?
Ebben lesz a nagy loot. Azt a betyá, hallod? Hát mi az édesanyja, úristene, van? Miért lobott ezekkor a lootot? Meg mi ez a izé? Itt van egy ilyen barlang is. Az a baj, olyan sötét van, hát kettőnk nem látok el. Öcsém. Bírom egyébként, ilyen horrorisztikus zene lesz ilyenkor. Na, azt fölkörölöd vendem. Egyébként nem tudom, miért veszek fel ilyen nagyon trash dolgokat, komolyan. Ha? Ilyen izé. Az igen, kinyillott, azt hittem, hogy lootolom, azt kinyillott, hallod? Nem tudom egyébként miért szedek fel mindent. Gondolom, hogy... Na, rendes horror van, hallod? De most mindenféle túlzás nélkül, nagyon durva. Tök jó meg van csinálva, hogy horrorisztikus. Oh yeah! Kisanyám, kisanyám! Fejbe váglak. Kisanyám. Fú, tök jó. Egyébként tiszta hol. Jaj, végre nincs köd. Na, ennek már tudok örülni. Hallod, ilyen izéket nem veszek fel, bazza, ilyen három csontokat, meg ilyen hülyeségeket. Na, gyere át, haver! Kapossa át. Terep kettő. Úgy van, megkaptad a izét. Egyébként a sör az nagyon durván nyomja. Megnyomja az akaratunkat, rendesen. Egy műanyag, meg egy ilyen kutyaszar. Izé, cigitőtőshez, izé, dohány, vagy mi volt az. Tudom, hogy lyukka mag volt, tudom, ki vagyok tanulva, hallod? Jó van, bra, bocsánat, hogy itt az ökörködés megy, de olyan komolyan ne vegyük már magunkat mindig. Viszked az óra, akkor bosszúság fog érni, anyám azt szokta mondani. Egyik nap vele álmodtam, szerencsétlen. Mármint úgy szerencsétlen, most hirtelen belegondoltam, hogy mennyit szenveded velem, szegény. Na, egyébként ezeket aztán érdemes fölvennem. A kukorica, cső. Itt nincsen van a főzőedény. Egyébként ki az a hülye, aki szelet tart a izében? Gázba. Ha? Ki az a hülye, aki szelet tart? Arra kell menni, látod. Mutassa. Figyelj. Csávó már ide nyekkeg. Itt egy létre, vigyázz, be ne üsd a hátadat. Hoppá. Hátba váglak, tesó. Itt lehet, hogy föl kell menni, majd mindjárt megnézzük, csak előtte itt körül settyent a kíper. Ott a izé, könyvespóc, olvassunk valamit. Oda nézz. Hát kijeket használom a mezerrel, mert mindig megszóltok, hogy itt kattongatok. Megoldódott egyébként az egér probléma? Három darab víz, hát még annak is örülök. Egér probléma meg... Figyeld! Nagy darab csávó mögött gondoltam, ott van a izé. Figyeld, mi az istennyire ez? Izé, tyink-tyeng. Jó van, kutyást nem bántjuk. Na nézzük, itt a izé, WC valaki üdögel. Kinéztem volna készítőkből, hogy ott a csávó benne üdögel. Ebből meg kiveszem a szaros papírt, gondoltam. Itt meg föl kellene menni szerintem, hát másút már nincsen, aztán reddet teszek ám itt is, vigye. Na, gyertek elő, testvéreim. Jó, hát ilyen szemet, kupacokat meg se nézek ki, hallod? Sosincs önben semmi érdekes. Hoppá! Figyeld, rálopózok. Ezt kapta a homlokra. Egy kicsit fájt is neki, de egyébként belehúzhatnék, nem? Bár szerintem eléggé dinamikusan halad a keeper. Hány óra van? Figyelj, reggel 6 van, hallod? Ne vicce, itt még. Zombik. Azt bírom, amikor beteszi a fal mögé, aztán már izé. Visszakézből kapsz egy olyat. Falon keresztül. Oda néz, 5-ös szint. Gyerekek, hát meghúztuk egy kicsit, nem? Itt lesz benne, érzem a nagy büdös szar. Figyes, kuló minden. Oda nézi, kötszer. Hoppá. Ezt nem bőttem föl. Na. Gyerekek, hát ki vagyunk izé. Mindig ilyen elektronikus marhasságok vannak. Nem ám, hogy gyógyszer lenne. A gyógyszerben mi van, érted? Varókészlet. Tudsz egy gombot varni a izédre, a sebedre. Az akkumulátor, ezt meg nem engedi megtanulni. Jó, három darab volt, bazzer. Ilyenkor egyébként érdemes megtanulni, mondjatok valami jó dolgot, gyerekek. Nem ám itt a hülyeséget csinálja a keeper, mert izé. Erre jobb magam. Figyelj, valahol ki kéne ugrani. Nem lehetne? Nem a tökömet, nem. Leugrok, lábod etődik, keeper gyerek. Az hiányzott volna, mi? Rögtetek volna nagyot? Na, húzzunk a vérbe haza. Mindjárt reggel van, figyeld azért egy kicsit. Azért most azért megprofisodott a keeper, ugye? Azért érzitek, hogy itt azért egy teljesen
dramaturgiailag teljesen más felépítésű lett a játék. Eddig a játék szivatta a képört, aztán most megtörtént az, hogy a játék csicskítja be, vagy a képer csicskítja be a játékot. De megint itt ólálkodok, amikor itt volt a kutya ezelőtt. Úgyhogy játék becsicskulási van. Azt vágjátok, még nem haltam meg, ha? Hallod? Separészben biztos megfogok, amikor ilyen nagyképűen tolom. Figyeljetek, raktam az izére, ugye? Olyan skillre, hogy 35 másodpercenként HP regeneráció van, figyeld? És izé volt, 90 HP-m volt, azt nem ettem semmit, azt oda nézzé, megy fölfele. Azért ott is az IQ megmutatkozik, hogy skillpontok elosztása nagyon jó volt. Egyébként ilyenkor tök hülyeskedek ám már, mint egyáltalán nem vagyok ilyen, hogy mondjam, ilyen ki, ha én nem nagyképű stílusú, hanem mindig ez ilyen hülyeség részemről. Ja, meg ezelőtt azt belenéztem a gameplaybe, mindig belenézek, hogy hogy működik. Aztán ahol volt az a ilyen kiülő, meg volt egy ilyen kocsi, ott voltak ilyen tuskók, de ilyen kiülőnek volt használva, egy ilyen ülő, ilyen tüszkörülésnek, és én hülye nem ütöttem ki, hanem elmentem bele. Az basszus, mindig beszeszúr itt a mellkasomba, ez a valami fájdalom. Nem tudom, mi a szar ez. Tök kellemetlen, de és tök durva, mert ilyen, mit tudom, ilyen fél óránként, vagy 5 percenként egyszer. Tehát ilyen, van neki egy ilyen fura időzítése. Na, hello, haver. Crafting skill magazine. 3 random crafting, de viszont 30 darab gépfegyver lőszer, az nekem most azért elég jó jönne, nem? Abból van legkevesebb. Figyelj, bocs, de nekem ez körlött most. Valami jobot adja a testvérem. Ez kiásos, ez kiásos, ez meg kléres. Hát ezt kocsászhetem, akkor kiássuk. Jól van, testvérem, megyek. Mi volt ez? Megyünk kiásni, gyerekek, van nálam ásó, ugye? Ásó kap a nagyharang, nem mintha lejönne kraftolni egy ásót. Egyébként most már tudnék egy kraftolni egy... Hogy nevedik az ásót? Shower vagy mi? Ja. Ezt hogy írják? Stone and shower. Kőhozzá wood, izé, hányosat tudok, ketteset tudnék, azért lehet, hogy azzal jobb lenne, nem? Kraftolnyom. Mindjárt akkor izé kapunk össze alapanyagot. De várjál, hülye voltam, egy dolgot nem csináltam meg. Jó van, úgyis úgy, nem lesz sok loot. Nem adtam el a cuccokat, túl vagyunk terhelve. Mit szütyörögsz? Mi hún? Merre? Híd alatt? Vagy mi? Csövesek? Támadásba rendültek? Ilyen vagyok fáradva, bazzal még nem is tud futni. Na, köllene kőj is. Meg néhány fa. A baj, ez is izé, ugye? Na, menjél már, üssed, bazzal. Komolyan mindjárt iszok még egy sört. Hát, rászokunk itt a piára. Kicsit megint bezombotunk, de oda nézem, már üti, mint az őrület, figyeld. Hát ez tök jó egyébként ez a sör. Ez nagyon adja. Hoppa, meg ez tök jó volt, hogy telehettem magam, nem? Azt akkor nem kell kajálni most, az mi? Ez vas. Ilyen, meg is akadtunk. Mi van, még mindig nem? Mi kell? Még kell 4 darab kűj. Na, itt egy kűj, hát egy vakon vagyok egy kicsit. Ott egy izé, csávó, itt egy kűj, hát azért az nagyon jó így, hallod? Így keresni kűjét. Jó, hogy nem izé, ott is egy kűj. Hallod, meglátom én így is. Rendesen megszoktam, az a... Ilyen... Jó, mert ilyen alkoholista playereknek jó játszani ezzel, mert amúgy is tudod, hogy mi a stájsz. Na, ezt meg izéjének kéne. Leszkröpölöm, ennyire mivel leszkröpöltem volna, azt akkor lett volna már az alapanyagom, nem igaz? Figyelj, max HP, hallod? Azt nem is ettem semmit. Arra érdemes volt tenni, mi? Ott van valami csoda dolog, de nem látok el addig, mert izé... Be vagyok homályosodva, figyeld, mi az? Ott egy izé bázis, vagy valami csoda. Jó van, úgyis a... Ott egy ház. Az óceán partján majd, ha végig... Milyen jó meg van csinálva, figyelj, ásó, ilyen kötél rá van tekeredve. Egyébként mondtátok, hogy tudom megoldani könnyen, hogy ne legyek beteg. Mi volt ez? Öngyírek kell lenni. De azért nem akarom azt megcsinálni, mert... Küzdjünk! Mint disznó a jégen, gyerekek. Fú, ezzel sem ásalom gyorsabban, öcsém. Hát erre is ugye skillpontot kellene rakni. Na figyeljetek, inkább azt csinálom, hogy ezt a kettő helyen...
Megint beszúrt a hány percenként? Ennek nincs valami, nem valami időzítő, meg halok tökönbe. Nem, tök kellemetlen, hogy ilyen, az előbb mondtam, ugye nem tudom, ilyen 5 percenként így beszúr. És az nagyon fura, hogy hát hogyha meg lennék fázva vagy valami, akkor nem lenne ilyen időzítve. És ugye szinte pontosan mindig ugyanannyi időként. Azt nem értem. Valaki orvos nézze. Nézi, akkor mondja meg, hogy mennyi időm van vissza. Végzek ezzel a sorozattal, vagy nem? Jó, na. Nem tudom hunkásni, de komolyan mondom, mindjárt iszok megint egy sört. Az a baj, ennek a sörnek a hatása az iszonyat rövid ideig tart, hanem ilyen 1 perc, érted? De egy ekkora hülyeség. Gyorsan. Ugye minél több blokkot kiütök, annál inkább elkezd szűkülni ez a kis kör. Most gyorsan ütöm, mint az őrült. Az sem baj, hogyha nem ott ütöm, ugye nem a legalul, de legalább szűkülni fog a kör. Az agyagot, szedem az agyagot. Volt egy idő, amikor az agyagot az bizonyos helyeken tudtad csak szedni. Emlékeztek arra? Tök durva volt. Meg volt, amikor ilyen rendes föl, nem az volt, hogy agyagot szedtél mindenhol, hanem ízét szedtél. Dört, volt dört is, nem? Most már nincs dört. Baze, baj van gyerekek. Valaki itten ólálkodik. Esküszöm. Ha jó van, oké. Okay. Ja, hát ez fájdalmas volt testvérem. De... Nem mondod, hogy már megint egy valaki valamit itt nyugtalankodik. Nem szeretem ezeket az ásos küldetéseket. Hol az ány... Hol van ez, gyerekek? Hol szütyirek? Benne az fa mögött fogadni mellé. Gondoltam. Anyukám, nyugodj el meg. Most már nyugalom van? Ugye, ahogy nehezednek ezek az ásos küldetések, vagy valamikor ugye van az, hogy így beszpónoltat ilyen zombikat. Úgyhogy ez problém. Aj, nem szeretem ezeket az ásos küldetéseket. Egyáltalán, gyerekek. Jobban jártam volna, elmentem volna clear-elni. Bár, ja, mondtátok, hogy 6 vagy 7 vagy mennyi küldetés után biciklit is választhatok. Ezt akkor azzal tök gyorsan közlekedek. Nem is biciklisztál már nagyon régen, jaj. Na, és akkor most szűkült, hál' Isten. Hát tök mindegy, merre ások. Az lenne jó, hogyha minél hamarabb szűkül, de... Baza, megint beszpórolhatott. Most ez az van, baza, gyerekek itt, hogy beszpórol. Remélem valami jó út lesz legalább. Nem tudom hány... Hány stamina pont kell a nagy ütéshez? Baza, miért kezd futni? Ezeknek nem kéne szabadni futnia, vagy nem szabadna kéne futnia, vagy nem futni szabadnia. Tényleg nem, most ez halál komoly. Ezek a küldetések, ezek agyrémek, én ezt nem szeretem. Az ásibásikat, bazze. Mi vagyok én? Slanger vagy mi a franc? A játékban ásni. Jó, oké, tudom, fogunk eleget ásni, de nem fogunk sokat ásni. Egyébként tényleg a dörtöt azt törölték? De konkrétan minden csak agyag van már. Nincs dört. A világ összes agyagát már összeszedem itt. Na, mindjárt viszont megint egy sört, ha komolyan mondom. Hát az olyan nyögvenyelősen lassú. Ejjünk egy sört. Hát egyszer élünk. Még jó, hogy nem lehet ilyen totál berúgni, mert akkor már itt adná. Na, gyorsan üssük. Gyorsan, gyorsan. Ilyen magasságban, vagy mélységben inkább, elkezdek körbeásni. Ezt akkor nagyobb esélyem lesz. Amikor beszűkül, akkor spawnol zombikat, ugye? Amikor van egy ilyen cselengelés hang. Ott van-e, hülye vagy, Keeper? Oda nézzél, ne! Ne! Dobott egy ilyet! Az 400%-os mill damage. 100% stun resist. És 60% stamina rank 1 percig. Ez ilyen nagyon epic cuccám, gyerekek.
És ez nem is lehet olcsó, de csak 100. Érdekes. De bazze. Na jó, itt hagyjuk ám őket, le vannak szarva. De ez tényleg az egy nagyon durva cucc. És hirtelen azt gondoltam, hogy az kiírezhet előtt dobta. De az egy kicsit erős lenne, mert az ilyen nem is tudom hány ezernyi aranyba kerül, ilyen nagyon sokba. Jó, no probléma gyerekek. Ja, túl vagyunk terheve, ne felejtsük el. Mantrázzuk, hogy add el a cuccot, Keeper, ne legyél hülye. Add el a cuccot, Keeper, ne legyél hülye. Mindent eladunk. Tényleg mindent eladunk. Most egyelőre nincs kraftolás. Úgyhogy nincsen gond azzal. Az első hordát szerintem kihúzom úgyis, hogy nem kraftolom szarrá magam. Hanem ez legyen ez a küldetés az is agyba főbe. Valami olyan dolgokkal kéne a hordával foglalkoznom, tudjátok, amikor van egy ilyen lépcső, és akkor csinálnék egy olyat, hogy ne tudjanak átugrani, de azon a lépcsőn próbáljanak följönni, valahogy úgy, és amikor jönnek, akkor mindig fejbe majdnem azt mondtam, hogy fejbe baszom őket, de nem beszélünk csúnyára, ez nem az a videó, fejbe vágom őket. Fejbe baszom, jó van. Kezdődik azért. Keeper, egy kicsit elengeded magad, nem? Mi ez? Rekt? Fic. Van a pizza? És miért erre jöttem? Nem tudom, elgondolkoztam, ott megláttam azt a táblát. No problémo. Egyébként már éhesek vagyunk? Jó, mondjuk nem gond. Meggyűjtöm, testvérem. Herbal antibiotikum, tessék. Bár ennek is örülék, de ez nem tudom mennyit visz le. 10%-ot gyógyít rajtuk. Megint túlélési vagy, gyerekek. Túlélési. Még a többi is tetszene, de ez most nagyon jó. És egy kis munkát. Először inventory. Inventory. Várjál. Az inventory, a sok hülyeség, az mehet ki. Ez nem kő? Szög nem kő? Majd ezt kröpölöm. Adjuk el ezt is. Vascső. Ez is kell, ugye? Akkumulátor, vüd. Ebből is vügyé. Ezt nem oda, ezt adom, ebből is vügyé. Maradék megy a levesbe. Ezt a megveszed? Nem kell? Majd a francba. Ez jó lesz majd moonshine. Ez beküldöbb gyerekek, hogyha nagy a szar. Jó. Meg annyi, hogy nincs valami olyan gyorsan kidobom dolog? Drop. D-vel. Ez mehet a levesbe. Jó, ez is menjen a levesbe. Ez se kell nekem. 5 kő se legyen itt. Legyen tele minden szarról az inventory, gyerek, nem kell nekem csőse, ezt meg tanuljuk meg. Oké, ezt meg use! És 10%-ot ez le fog vinni, gyerekek. Rohadt jók vagyunk. Valami zsábot adjál testvérem. Clear zombie 1,1, hallod? Én nem fogom izé most kiásni megint azt a szart. De jó cuccokat dob egyébként. 1,1 kilométerre gyerekek, clear zombie legyen. Ezt jobban éljük, nem? Mi a francia futok éri erről gyorsan? Ja, mert tök durva ugye, ha nem vagy túl terhelve. Vajon nincs valami kajám? Bedobok egy ilyet. 1,1 kilométerre van ez van, gyerekek. Figyeljetek, ha már arra megyünk, akkor nézzük meg. Meg itt volt, elcsesztem, mert itt volt izé tuskó. Hé! Drop! Ó, hogy rohagy meg! Pont a másik irányba. Ezt mutatni fogja a térkép, gyerekek? Mutatni, és meg is tudom ezt jelöltetni? Vagy ez mennyi ide alatt tűnik el? Ó, fasz. Hogy kell waypointot rakni, bassze? Itt a... Jó, hát ezt megraktam neki. Nem tudom, nem-e tűnik el. Azt össze kéne kapni, gyerekek? Hát ne vicceljél. Először megcsináljuk a zombisát. Meg itt van a izé, itt voltak tuskók, csak hülye voltam, nem ütöttem ki. Hát de gyorsak vagyunk.
Hogyha izé van, ugye nem vagyunk túlterhelve, akkor ilyen epic gyorsan megyünk, az tetszik. Úgyhogy erre rá kéne, erre a... hogy minél többet felszabadítsak erre, rá kéne gyúrni. Valahol itt voltak, hol voltak tuskók? Lehet, hogy még odébb. Jó, nem megyek arra ma. Nem. Ezen a környéken nem is jártam még, ez ilyen kertvárosi rész. Nem is olyan kicsi ez a város. És ugye nem, nincsenek benne azok a nagy lósznya épületek. Itt meg valaki itt hagyta a háttatáskát, ha belekukkadtok, ha nem zavarja. Egy víz az már jó is, gyerekek, már megérte. Régebben ezeket a kocsikat is lehetett lutolni. Most meg már csak szét lehet verni, mi? Jó van, testvérem, neked meg itt kell lólálkodnod, persze. Ez mi? Mit jelöl? Mit jelöl az? Az meg mi az a izai, az a barikárdal elbarikázott épület, barikád. A barikád, azt tudjátok mi? A birkákat, amiben fürdetik, az a barikád? Amiben édesanyád fürdik, az meg agyukád. Jó, hát ez nem volt olyan vicces, mint amire hittem. Nem jártunk majd gyerekek, hát. Figyeljetek, ezeket azért nézzük, ezeket a tuskókat. Legyen olyan. Tojást meg gyűjthetnék, nem? Vagy valami csoda, de hát tollat tudok csak, azt meg nem kéne megennem. Sehol egy tuskó, gyerekek, hát hogyan? Egy darab tuskó vagy csak éne? Élem ezt a játékot, egyébként tök szeretem. Szeretem ezt a játékot. Rá kell jönnöm mindig, hogy ezt a játékot egy bircsi a keeper. Élem. Na, hova a tökönbe megyünk, hallod már? Mondjuk nem baj, hogy elvisz máshova, és legalább felfedezünk. Hát, hogyha itten lesz a izé. Itt lesz a kúria, vagy valami csodálatos hely, amit ki lehet lutolni. Ugyi. Basza, még mindig 400 méter. Hát a lábom leszakad, öcsém. Még jó, hogy eladtam a dolgokat itt. Végigvászorogtam volna, szerintem ered vágtatok volna, azt tuti. Ugye? Ha hova megyek már, he? Ott a tuskó-e? Már rá is mozdultam, figyeld. Meg a kettő tuskó is, meg egy darab ilyen. Ebben lesz a tojás, debletben tojás. Kettő tusi itt van, de keeper kiveri. Jó, és itt a tuskó veled kiverem, nem baj? Három tuskó, gyerekek! Hát figyeljétek, még a végén még a keeper túléli a helyzeteket. Hát nem. Megkezdik, hát nem. Jó van, gyerekek, itt tök jó el vagyok. Előbb-utóbb, figyeld, föntartjuk ezt a izét, progresszív gameplay-el, hogy nem dögünk meg, oda néz, ott a mész, hát majd beküldöm, figyeld, most nem iszom rá arra izére, hogy megkeveri a gyomromat, aztán okárni fogok. Na mi van, anyukám? Megjüttél? Jó van, figyeld. Bim. Olyat rávertem. Ott is maradt, alcsizik egyet. Na figyelj, ebbe is be lesz a méz, érzem. Mert most nem mákerek vagyunk. Tök jó, imádom ezt. Tojás kettő, hallod? Folyamat jó lakottak vagyunk. Valaki azt mondta, hogy nehéz itt az eleje ennek a játéknak. Hát ez nem nehéz, ez tudod mi? A pilla könnyű, olyan laza vagyok, mint a rigalánc. Na, tuskókat nézzétek gyerekek, mert már tényleg... A végén még tényleg meg fogunk gyógyulni. De tényleg, nem merem ezzel a hairbarra rá inni. Nem tudom, hogy nem-e az lesz, hogy akkor itt semlegesíti. Nem tudom, hogy nem semlegesíti, csak nehogy így felülírja. Nem tudom, lehet ezt tekkelni az ilyeneket. Figyelj, haver. Gondolkozz el a helyzeten. Megjött a keeper. És ez tényleg nem nagy képviség, mert itt ez csak hülyéskedek, amikor így eljátszom, hogy ki, ha én nem. De itt egy másik város, oda nézzé. Nem tudom, hol vagyunk. Meldome, vagy milyen, vagy pedig az valami készítmény. Hallod, hol vagyunk? Öcsém, még egy város ide spawnolt. Jó, hogy nem, elküldött egyébként izébe, Timbuktuba. Dubajba kell küldetést csinálni, hát az a szomszéd városban jó, hogy nem tényleg, nem tudom, hova akart ez már. Tököm. Már tényleg leszakadt be, de annyit kell menni. Figyelj, van egy Jukka Juice-on belül, megiszom, figyelj. Jó, hogy nem egy izét, egy kólát, Coca-Colát, bontatlan üveg, gyerekek. Marlboro. Kiszív. Bolti cigit? Ja, egyébként nem innom köllöd, hanem ennem. Együnk is, gyerekek, van itt minden. Legjobb macska kaják.
Jó, hát ebben volt valami. Nagy szar. Na figyelj, itt rendet teszek, pikpak. Gyertek rám, gyertek rám! Na mi van? Crow. Crow rezidens. Rezidencia. Rezidencia. Ez az angol tudás. Rezidens. Rezidencia. És ez komoly, minden zárva van? Hát ez nem szok. Ez általában van olyan, hogy nem be lehetsz valahol menni, nem kell szétverni valamit, ugye? Mindenhol van olyan. Ó, ez érdekes. Ott az érdekes ez a dolog gyerekekkel. Mi az hely? Hoppá, figyeld. Nem arra néz, hogy Ammunition Box vagy ilyen ideje. Hallod? Hát a Keeper szemfüles volt. Ott fel tudunk menni, figyeld. Ki van találva. Hoppá! Ninja. Ninja! Anyu, pihenjé. Mondi, mondi, Keeper. Simon mondja, pihenj. Szállítta, hogy tudok tovább menni, te. Ilyen olyan időben vagyok. Ninjába. Ne vicceljetek, hallod? Becsicskultatom én ezt a játékot, ne vicceljünk. Keeper, megurult a gyógyszer nála. Egy darab bőr. Azt kell, pont azt akartam egyébként. Lutor egy bőrt. Hop-hop! Aki bújt, aki nem jövök. A nagy képviségemnek az lesz az ára, gyerekek. Meg fogunk dögleni, tudom egyébként, de sok hülyeségtől. Ezt te viszem ezt a izét a kukorica kását. Ilyeneket ne engedjetek, hogy elvigyem, hallod? Szóljatok be nyugodtan. Írjátok be, hogy hülye ne legyen, eszed össze szart. Mert idegesít minket. Ezt elviszem, mert ezt megbeszél balotos. Ha már három aranya jobban, be vagyunk. Figyelj, hello! Hop-hop! Ninja. Gyere rám, gyere rám! Mindenki meg akarja nézni a... az időt a telefonomon, gyerekek itt. Te is? Hú, ezt egy hitelte, öcsém. Szinte éreztem. Komolyan, hatodik érzék, gyerekek. Ez nem skill. Ez a bunkós bot téma. Le a kalappa, gyerekek, ez nagyon jó. Ó, ez azért minden így van, gépfegyver. Egyiket el kell adni. Valami, mit kell, várj, valami még itt van. A legjobb küldetéseket csinálni, gyerekek, az komolyan mondom, hogy tényleg thank you very much, hogy ebbe segítettetek, de hogy tudok kimenni, az mondjuk az egy kérdés. Ez ilyenkor nem tűnik el? Nem. Valahogy éreztem, hogy itt ki kell mennünk. Hoppa. Oho, hülye vagy! Ezres vasrács. Figyelj, gyorsan visszafutok inkább, úgy látom, hogy azzal jobban járok. Oké. Elmegyünk arra, már kb. 1 km, annyi, hogy kerülni kell egy ilyen ívbe. Ezt utána megyünk a bautoshoz. Megnézzük az airdropout. Figyeljetek, lehet, hogy a spurihoz is iszunk egy sörit. Szóval mondja, máshoz is jó lenne, de nem baj, srácok. Spurihoz ittunk egy sört, egy percig kitart, tudunk menni, mint a vonat. Ez az, futi van. Gyerekek, hát nagyon megyünk. Meg el kell adni a szajrét, amivel kicsit regenezzünk. Ott egy tik. Be is futottál ma izébe? Fűbe. Már nem lesz meg sose. Még 30 másodperc. Van ilyen, már pillanat. Ez meg ott ugrott egyet, egy. Kis izéje, kis. Várjál, nem az az okádó zombi? Kisanyám. Lefutottunk a haun alatt.
Megnézzük az airdropot, hát ha bemákolunk egy kis gyógyszert. Még mindig megy lefele egyébként a betegségünk, utána ugye ráiszom majd a mézet. Aztán akkor már az jó lesz nekem. Egyébként megnézhetném, hogy mi az a sok zombi ott, figyeld. Ott van egy kozal zombi. Ja, ez, vannak ilyen spontán izék, nem? Ilyen spontán hordák, hogy így átmennek. Konkrétan azt így lerakja, úgy, hogy benne legyen az útvonalába. Lesz paunolja. Hát most így sokan nem menne vele az öncsín. Hát ez a sör ez tényleg jó volt. Utána kell figyelnem, hogy mi a stabil öreget, meg ilyesmi, mert eléggé ilyen összeszedetlen vagyok. Tudom egyébként minden játékban ilyen kapkoró vagyok, kapkoró idegbeteg. Nem tudom, Figyeljetek! Megvuruzzuk. Unga bunga. Unga bunga, unga bunga. Unga bunga. Nincs unga bunga. Pár én megvuruztam. Egyébként várjál már, meg akarom nézni itt ezeket a... Stamina regeneráció, látod, akkor így izé, így, basszus, inkább akkor még jobb a stamina reged. Nem, hogy lefele menne, már minuszos, hanem amikor ezt megetted, akkor még jól is, annyira boldog a csávó, nézd meg, ott vigyorog, baloldat lenn. Meg tiszta happy, ezeket akkor úgy kéne enni, mint a cukorkát. És ez konkrétan akkor pluszos stamina reget ad, ahhoz képest a pluszosat, a nullához, vagy ahhoz képest, hogy a betegség leviszi. Na, kíváncsi lennék. De hát pluszosnak írja, nem írja a minuszosra. Nem úgy írja, hogy mínusz 25 plusz 12, hanem az pluszosnak írja. Szóval akkor azért vagyunk ilyen olyan stram gyerekek most, ugye? Jól értelmezi a képer, vagy rohadtul szarul? Hű, ez meg honnan ugrott elő? Néha meglepnek, így tök közel spórol lenni a zombi, nem? Ezt, vagy pedig ezt nem vettem észre? Hoppá! Itt ide dobta az airdropot a vizei verda. Ó, hát ez akkora drop lesz, már most érzem. Ó, süt tojás is van. Meg teó. Nagyon jó. Ezeket ki nem bontam öcsém, mert akkor meg izé, várja. Ebből a shotgun cuccból ugye... modifikáció shotgunhoz. Ez nagyon jó. Animálokra. Ez terít. Ez meg magazin capacity. Ez meg akármi is, de jó gyűr. Ugye gyerekek, annyi XP-m lesz. Ne felejtsük el elosztani majd a pound-okat. Tudod ide. Itt meg valaki táborba. Ó, tökömet jeszegeted itt, öcsém. Nyugtalankodsz. Ja, most meg már aztán rohadtul túl vagyunk terhelve, lehet, hogy nem körül van. Figyelj, bedurrantok egy ilyen tojást, no? Biztos jó fajta, még friss most esett le a fáru. Attila vagyok, a tagyáru. Ó, itt 7 percig izé stabil reget kaptunk meg mindent is. Ó, meg itt van a izét, a tuskó. Gyerekek, hát komolyan mondom. Hát... jobban gyógyulunk, mint egy szanatóriumba utaltak volna be minket, nem? Ez a sonkás tojás, ez nem rossz cucc, mi? Ez így izé, ez mindent is ad. HP-t tölt sokat, sok kaja, meg még ráadásul stamina reget agyba főbe. Hát ez jó. Sonkás tojás receptet meg kell szerezni instant, gyerekek. 17 óra 21 egy küldetés, meg be kell vállalni. Nem kapjuk meg a biciklit, mert akkor gyorsabban tudnék izéri közlekedni. Akkor azért a távolabbi küldetéseket is érdemes már behúzni. Olyan. Basszus. Most nem egyébként... Ne haragudjatok, de ne... Azt hittem, hogy máker vagyok, de nagyon nem. Így... Jó, tesz. Így nem is tudom, valami... Összesen szerintem egy ilyen tizenvalahány tuskót szétütöttem már. Nem ma, hanem így összesen. De... kettő darab izét mákoltam be. Ez szerintem egy ilyen...
20% esélyes, vagy 10% esélyes. Ugye ilyen kicsiben még nem nagyon lehet megmondani. Hello testvérem. Mondod, hogy biciklit kapok. Miért nincs bicikli? Azt mondtátok, kapok biciklit, bazza. Hoppá! A mézecske, a mézecske, a finom mézecske. A keeper ne nagyon örül. A finom mézecske. Jó van. Ezt meg szeleljük ezeket, amiket tudunk. Figyelj, nekem nem kell ilyen izé chattingető, meg ilyen se. Tárkapacitás. Ebben mondjuk aztán, akkor mi kettő tár, akkor sem lesz nagyobb tár ebben. Fia, odérte 80-at. Nem, nagy üzletben vagyok. Kell a minden is, gyerekek, úgyhogy eladtuk. Itt meg menjen a francba. Igen, ez is nem érdekel. Kettő papír, az se érdekel. Na, legyek túl terhelve nekem itt, meg megint gyöp van nálam, meg ilyen hülyeségek. Viszont, még mindig nincs ennél semmi. Antibiotikum 7-20! Emberök! Emberök! Meg ja, méz! Emberök! Hoppá, hoppá, hoppá! 25%-ot meggyógyul, meg még 5-öt ötött a mézzel, 35-ön vagyunk meg a mézzel, megint 5-öt! Az 15, meg 25, várj, az meg már sok is, de nem biztos, hogy meg lesz. Még mindig mondjuk boldog a csávó. Hallod? Meggyógyultunk, nem haltunk meg, máma! A keeper nagyon boldog! Oh! Figyelj, megveszem én ezt a mézet még el. Az a biztos, gyerekek. Hát... Jó, haver, adtam ingyen dolgokat, örüljél magadnak. Ezért adtunk el mindent. És érdemes volt megnézni, hogy a keeper meggyógyuljon. És ne halljon meg instant. Jó, de még mindig nem adott tizét. Jó, bevállalom ezt az ásást, egye fele. Figyelj, úgy futunk, mint az őrültek, hallod? Figyelj, antibiotikum, 3 méz. Konkrétan jó, 25%, még túl is teljesítjük a dolgokat. Túléltük! Túléltük! Nem haltunk meg. Még mindig nulla halállal vagyok, és megmondom őszintén, hogy most már van, érzem a kihívást azért, hogy ne is halljak meg. Azért az mekkora cool lenne, hogy nulla halállal csináljuk a dolgokat, gyerekek. Ne halljunk már meg. Hoppá, mondtam, hogy becsicskutjuk a játékot ebbe a részbe. Ugye? Hoppá. Sokszorosan. Legkomolyabb csicskítások. Kajám is van, bassza, mi ez? Hát kinek van ennyire tele a hűtője? Kinek is van ennyire tele, hogy mondja izé? A nem szisti. Nem jut eszembe, bassza, a levelnek, pedig mindig eszembe van ez a... Úgy utálom ezeket a mémszerű videókat, már minden, mindig ez áll az eszembe, azt ezen hülyéskerek. Ó, mi van? Aronea Covers. Itt valami izé van, gyerekek. Nem mondod. Itt van valami barlangok. Vagy ilyen... És ez egy 4-es nehézségű hely. Valami van itt, amit beérzékelt. Hát a tököm, ez meg itt akar ásatni velem, az kösz. Itt vannak valami izék. Minek nevezik azokat? Nem barlang, hanem ilyen... Minek nevezik ilyen... Elfelejtettem azt a nevet. És aztán hun vagy, a hunkás, nem? Ja, itt. Kavern, minek nevezik azt? Járatok, vagy ilyesmi? Nem tudom, nem pontom, nem jövök rá, hogy mond mi az, bocs. Na, megy a stamina regünk 2 percig még. Úgyhogy csapjuk neki. Ezt még mindenképp meg kellene csinálni. Figyeljetek, túléltünk. Innen hallod? Ide nekem az oroszlánt is. Csak kutyát ne. Többi le van szarva, gyerekek. Jó, figyelj, vannak lőfegyvereink. Amivel tudok azért dolgozni. Megint szerintem vannak skill pontjaik, amit el tudok osztani. Okosba kell osztani. Hogyha lement az a betegségem, akkor fogjuk magunkat. És akkor beküldjük még az antit is. Meg beküldjük a mézet is. Oha, igen, már nyomhatom is neki, gyerekek. Figyelj, nyomok rá egy mézet. Nyomjuk a mézet, ez 15. Várj, ki kellene számolni, nyomjuk be az antit. És ez le fogja vinni elvileg. Akkor még 25%-ot ugye. Akkor lemegyünk 8-ra, és akkor a 2 darab izével meg tudjuk nyomni.
Kettő darab mézzel. Jó, én megmondom őszintén, most tényleg tök örülök ennek az egésznek. Ez jól sikerült. Érdemes volt eladni mindent, mert különben nézegethettem volna ott a... az antibiotikumot, meg a mézet. Mindjárt nekem itt meg ide nyugtalankodnak a csávok. Jó, hát figyeljetek. Küldetésre mondtátok, álljak rá. Hát ennél jobban nem lehet ráállni. Az a baj, mindjárt stamina regünk elfogy, úgyhogy ezt cseszhetjük. Még lassabban ások, azért próbáltam itt most gyorsan, meg 30 másodpercig van. Az a sültojás, az böszme jó cucc, gyerekek. Valamilyen challenge-et elértem. Azokért is kapunk XP-t, azokat is be kéne gyűjteni, nem? Aha, leszpónoltott a zombikat. Ja, azt is izérni kellene, be kéne gyűjteni. Ez milyen gomba, Z vagy milyen, nem? Kiütöttem a növényt, még az is, azért, még az is sikontott egyet, olyat rávertem a csávóra. Na, vagy a növényre. Hát ezt, jó, ezt rüheljük, gyerekek. De hát ez van. Figyeljünk, mert bemákolhatjuk, hogy pont be, odaásunk, aztán nem figyelek. Akkor meg ások tovább, mint a hülye, a fölöslegesen. Az a baj, 20 óra van. Tehát 2 óránk van, szóval nem adta. Nehogy azt mondta, hogy izé van egy cikla, mert megőrülök. Nehogy azt mondta, hogy cikla van. Inkább ássunk ezen a szinten tovább alul. De utálom ezt a testvéreim. Öcsém, az meg pont beesett, hallod? Na de jó. Hoppa! Kidobta a tuti töcsém. Kidobta a időt. Beadta a cseresznyét, gyerekek. Brutál jó cuccot dobott, láttátok? Na most nem akarok tökörészni, de nagyon jó dolgot dobott. Időt dobott ugye. Egészségügyi csomagot. Norvég megint játszik, mint az őrület, figyeld. Francesse bele, hogy megint izé nem találjuk meg időbe. Pedig jó lett volna. És még ezt leadom. Szerintem most már megkapnám a biciklit. Megkapnám a mountain bike-ot, nem? Szomgyusok vagyunk. Várjál, nincsen valami üzem vagy valami csoda? Van egy ilyenünk. Ez is ott stamina reget legalább, akkor gyorsabban ásunk már. Testvéreim az urba, hát hova? Hova kell még ástam? Hol? Itt? Már... kell föl? Jaj, Istenem! Nem vagyok kibékülve ezzel az ásással, de muszáj megcsinálni a gyerekeknek. Valakinek ezt is meg kell, nem igaz? Baza nem adott tizét, a te az nem adott reget? Menjünk már, az a baj, most meg nagyon messze vagyunk, úgyhogy lehet, hogy meg kellene lordulnom hazafele. Ó, de... hallod, inkább akkor éjszaka elkommandózok, hallod? Ott van, végre. Jönnek ám a zombik. Futás van. Te ez futott. Jó, talán nem hagy le. Jó, nem tökörészek, gyerekek, mert rohadtul késésbe vagyunk. Öcsém, futott a csávó. De miért futnak? Némelyik zombi miért fut? Nappal. Nem sprintel, de nem is sétál, hanem fut. Túl vagyunk egy a terhelve, valami szart el kéne dobni. Nem szükségünk. Ne legyünk túl terhelve, gyorsabban mozgunk, kevesebb stamina fogy, ugye. 21 óra alatt simán meg lesz. Na, ez egy roppant
Hatékony és produktív gameplay volt, úgy érzem. Megoldódott minden problémánk. Egyre több, és még mindig van egy csomó pénzem, van. 1864 pénzem van, még mindig. Úgy, hogy hogy megvettünk mindent is. Jó volt pénzgyűjteni, srácok, jó volt. Tudom, egyébként a izéből is jött, ugye a questekből is jött a pénz az erre. Ilyen random össze-vissza mész lootolni, az tényleg egy nagy hülyeség ebben a játékban. De mondom, mondd, hogy hát jó, elég régóta van a questelés, de egy időben meg nem volt, és nekem meg így bennem van még mindig, hogy hát csak így ólálkodni lehet, aztán csinálni dolgokat. Na, gyorsan menjünk, mert már mindjárt bezár itt a baut. Testvérem, mit adsz? Nem mondod, még mindig nem adja izét? Medica. Szerintem egyenlő még nem olyan fontos. Az utolsó. Jó, még van fél órák. Az utolsó izék van, gyerekek. Don't expect me to cook it for you. Jó, ezt nem adom el egyelőre. Jó. Mehetünk is, gyerekek, megyünk haza ezerrel. Azt a waypointot ki kéne venni, mert ne itt vigyorogjon mindig a térképemen. Igen, az utolsó küldetés lesz. Ami az... nem rossz. Jó, sem be kéne mennünk. De észrevesz egy hülye. Ezt ki kéne nyírni. Mondjuk ez nagyon nem fut. Csak ne kezdje itt ütni az ajtómat, érted? Ezt majd ki kéne ütni az alsó lépcsőfokot, hogy ne tudjanak följönni. Megvonnánk, gyerekek, egyébként, tök jó. Ez ki volt számolva minden. Az utolsó tier 1-es quest jön. Annak köszönhetően, pedig szerintem akkor fogjuk megkapni a biciklét. Például megkapjuk a Bad Dad Bike-ot. Itt majdnem leestem. Viola Bence mondta, hogy itt biztos le fogok esni, de egyébként rohadtul igaza van. No, árja. Szortírozzunk. És ugye úgy akarom szortírozni, hogy a kézkajákat, azokat ide, meg a piákat is rakjuk ide. Viszont ezt akkor rakjuk el, mert ezt elkezdem főzni. Ezt figyelj, ne hordjam magam ma. Majd úgy is benyomjuk, amíg lemegy, az egy csomó idő itt tart. Ez nem kézkaja, várjál. Ezt nem tudom megfőzni valahogy, vagy mik ezek? Nincs semmi olyanom egyébként. Ezt elrakom egyelőre. Majd jó lesz valamikor. Maradék kraftolási szart, azt rakjuk el. Igaz, hogy sok mindenre nem jó. Ezeket is elrakom. Ebből meg azt hiszem, tudok valamit főzni. Oké, gyerekek, egy csomó... Ez kéne... Várjál! Ezt tudom már főzni? Ne szórakozzá. Ja, csak kéne hozzá hús. Ezt nagyon jót ad, hallod? Ez nagyon jót érzek. Akkor kúst kéne szereznem majd, aztán akkor tudnék ilyet. Ugye? Már tudok. Nagyon jó, gyerekek, tök jó. Meg ilyen pitét is tudok. Öcsém! Hát a főtt tojást fog menni egyelőre, úgy látom. Na, kéne ilyet csinálnom. Meg kéne magamhoz venni vizet. Az is kéne. És akkor kajákat először így beszórom. Egy darabot? Ja, egy darabot tudok, jó. Hát jó, egy kicsit kaotikusan van megcsinálva most. Nagyon semmi gond nincsen, gyerekek, nagyon szuperök vagyunk. Ezek főnek itt ezerre, víz is fő. Meg majd mindjárt, hogyha lejár ez, akkor még dobok be vizet, ja tudom, ezt egybe kellene volna rakni, és akkor nem foglalna el a slotokat, de hát ennyi baj legyen. A grillezett tizéhez, ezt miért nem tudom megcsinálni? Valószínű, hogy... Lehet, hogy köl az a rács, nem?
Jó, van biztos. Chili dog, meg ilyeneket lehet sütni. Egyébként furcsa, hogy a szagra nem jönnek a zombik, nem? Arra is kéne nekik, vagy valami csoda. Oderézé? Hmm, nagyon coolak vagyunk. Egyébként ebben valami tisztítót szerzek elvileg, akkor ezzel lehet ugye módosítani, lehet, hogy több cuccot rak, meg ilyesmi, de most ezzel is foglalkozzunk. Várjatok, egy pillantás. Kicsit rakjuk össze a dolgokat. Ez az íj nekem annyira nem kell. Nekem az íj, ez nem, nem. Figyelj, ez nem adja. Ez maradjon nála, itt rakjuk el innen. Ez ne, annyi értelme van, semennyi. A gépfegyver meg jól maradhat. Figyelj, egyébként vihetnék még egy gépfegyvert is. Hanem, mert akkor betározom azt is, érted? És akkor a tározás az tök is, hogy ideig tart, viszont a fegyverváltás az meg instant, érted? És akkor be van tározva egy csomó fegyvered, és akkor, hogyha nagyon szar a szitu, akkor azért az a tudsz működni. Szerintem ez egy jó megoldás lőhet. Itt meg még vannak kaják, ezeket kirakjuk, hát jó van, ezt akkor egyelőre hanyagoljuk. Hát ezt a vizet is kirakom ide. Meg akkor kaja. És figyeljetek, ennyi kajám van, ez tök jó. Ezt magamnál kéne tartanom, nagyon, nagyon hatalmas a szar. Akkor egy olyan eldurrantunk, jó? Itt meg menjen ki. Meg ezeket is nem, én nem hordom magammal, tök fölösleges, nem? Jó, ezt meg fogjuk főzni mindjárt. Itt lesznek a... Hát, jó, ezt is le kéne raknom. De szerintem ez nem tudom mennyire hatékony. Ez maradjon itt. Mivel júzolom? A-val júzolom gyorsan, hogyha lesz valami. Meg ezt is kirakom innen. Ez mi az összöges drót? Hú, hát ez izének a modifikációja. Ezt fel tudom erre csettinteni? Miért tudok várni? Nem tudok csinálni egy jobbat? Mi ez? Nem ez, az. Hármasat tudok csinálni, már figyelj rá. Csinálunk egy hármasat. Azt tudod mit csinálok, leszkreppelem. Oké. Okay. És mennyi a különbség? A power attack 44,1. Várjál, mi van? 42, jó. Stamina cost 22, az ugyanaz. Hát... Nem valami nagy különbség van, azt látom. Ja, itt még scrappeli. Azt meg, akkor ezt elvileg meg tudom módosítani? Vagy... Várjál, ezt akarom. Uh-huh. Ez nem jó erre? Jó, ez csak klubokra jó. Mindenre nem jó. Csak izékre jó, tudod, bunkókra. De egyébként csak annyit csinál, hogy... 20% esélyt ad arra, hogy vérezni fog, 40% power-toknál. De ez nekem jobban tetszik ez a fegyver. Valamiért, nem tudom miért, meg nem tudom megboldani, hogy miért. Még vagy itt csinálok. Na már egyszer így vagy. Ez meg egy fejlámpa, csak nincsen sisakom, ugye. Az is még egy jó dolog lehet. Mit akartam? Ja, ezt meg akartam javítani. Meg ezt is meg akarom javítani. Oké, akkor ez így már jól van. Akkor most már ki tudom szórni a hülyeségeket. Ez az, srácok, nagyon jó. Oké, itt meg ugye már fürdőgének a dolgok ezerre. És akkor be tudom rakni a vizet. Jó. Megint lesz 9 vizünk, itt már van 3, lesz egy csomó kajánk. Csodálatos gyerekek. Elosztjuk gyors a skill pontokat, nézd mennyi kaja. És tényleg azt kell csinálni, hogy mielőtt elindulsz, akkor te lezabálod magad. És akkor azt se kell cipelni szerintem, úgyhogy ez tök jó. Minden kevesebben mennyi neki a világnak. Nézzük, hogy mi a szituáció. 2 skill pontot tudnék elosztani. Hát itt azért el kéne kezdeni gondolkozni, hogy ezeket ugye növeld. Például... Ugye ez.
Az erő 3-nak kell lenni. De ez miért? Ja, nem, ja, ez kell nekünk. Viszont ez is 3-as szintűnek kell lennie. És akkor ez 20% több damage-t ad, és 30% esélye lesz, hogy az enemit kiütöd a power attack-kal. És a stamina cost is redukálódik. Úgyhogy ez tök jó dolog. Csak ahhoz ugye kellene. De viszont az agility-t is jó lenne nyomni. Mert az meg alapban... Nem, az ott... Ja. Az agility-t kellene. Csak az a baj, olyan dolgokat is ad, ami például trash. Azt nem értem, hogy most a... Hogy miért arra ad, érted? Most miért a kézi fegyverekre? Nem, ezt nem értem meg. Ami még fontos lenne, jó, hát ez is jó lenne, persze. De szerintem inkább még minél nagyobb sebzés ki kellene szedni magunkból, mert ha többen jönnek, akkor nagyon be tudunk szívni, hogy nem tudjuk hamar megölni. Úgyhogy szerintem az erőre kellene pakolni. Jó, menjen ez. És akkor menjen még egy, nem? Oké. Ez tök jó. Mivel akkor most már tudok majd rakni erre. Csak ugye, hogyha megvan a következő skill szintem, akkor tudok erre, és akkor tudok egyre jobban, és akkor baromi nagyot tudok ütni. Erre kell raknom, ugye ezt nem tudom idejni, ezt visszavonni, ez egy hülyeség volt, ugye? Mert ez hülyeség volt erre raknom, ez nagy baj volt. Mert ez a bunkókra, bunkós botok, meg az ilyen baseball ütőkre számít, ezt kellett volna erőltetnem. Szomorú, Manchester Keeper. Oké. Tiszta jó vagyunk, gyerekek. Mennyire? Hajnali egy. Szépen haladunk. Mikor? 6. nap vagy 7. nap jön a horda? Meg kéne arra majd kitalálni valamit. Figyeljetek, én azon gondolkoztam egyébként, hogy tényleg nem sokat akarok építkezni még az legelső hordára, hanem megcsinálni azt, hogy nem tudom, valami olyasmi, az a gond, hogy jönni fognak madarak is, ugye? Az ellen mi a szart fogok csinálni? A madarak ellen mit fogok csinálni? Valahogy úgy kéne, hogy nem itt fönt, hanem egyen lejjebb, és lemegyek, megmutatom, hogy mire gondolt a Keeper. Itt kellene valamit izélnem, ezen a szinten. Itt kéne okoznom valamit. Itt ugye nem tudnak följönni sehol, kizárólag a lépcsőn. Itt a lépcsővel kellene valamit olyat kialakítanom, hogy tudjanak följönni a lépcsőn, viszont legyen valami olyan elválasztó rész, ahol... Ahogy nem tudnak átjönni. És akkor azokat fejbe tudnám csapkodni, érted? Hogy futnak fel a lépcső, itt le lenne fallal verve, aztán itt akkor ütném agyon őket, vagy nem tudom, valami ilyesmire gondoltam. Valamit segítsetek, írjatok, hogy ez hogy szok működni. Jól. Én idióta futkozok, basszus. És ez nem biztos, hogy jó. Meghallja egy zombi, akkor ez nagyon ide fel akar jönni. Meg azt írjátok meg, hogy jönnek-e madarak. Ha jönnek madarak, akkor cseszhetem. Ezt várja, ezt nem tudom megjavítani. Ha izéke hozzá, vasrút, hülye vagy, akkor felejtsd el. Meg ezt is, ez is vasrút kell. Ja, valami ilyesmivel gondolkozok, nagyon nem akarok építkezni még a lélek elején. Vagy pedig valahova bevegyük magunkat valami pincébe, vagy mire gondoltok, gyerekek, írjatok valami. Nagyon nem akarok ásni ilyen részeken keresztül, hanem inkább túlélni még ezt a hordát, még fejlődni. És akkor utána nekiállni majd a base-nek valahogy, kicsit komolyabban. Vagy pedig azon a szinten se lenne rossz ott, hogy befalazni az ajtót. És akkor, hogyha azt elbukjuk, hogyha nagyon betörnek, akkor befutni egyel, és akkor fölfutni a ez alatti szintre, hogyha nagyon szar van, nem? Valami ilyesmi is lenne, nem lenne rossz. Jó lenne túlélni.
Jó lenne túlélni. Mert hogy látjátok, most sikerült meggyógyulnunk, most meg a hordakot nyakon vertek minket, akkor az meg olyan, olyan semmilyen, tudod, nem? Na, köszi szépen a figyelmet egyébként. Ennyi lett volna akkor ez a rész. Szerintem tök jó volt. Tényleg becsicskítottuk most a játékot egész ügyesen. Folytatjuk innen. Tök jó. Ez is jó. Ezeket, nem tudom, ezeket gyors billentyűre valahogy rá kell raknom. Tudom egyébként, hogy... Ja, csak az a baj, nekem ez nagyon nincs kézre. Lehet, hogy át kéne pakolni 1-es, 2-es, 3-as, 4-es gombra. És akkor instant tudom használni. Ja. Egy kicsit át fogom itt variálni, vagy pedig az egeremnek a... Van egy ilyen 20 gombos MMO egerem. Lehet, hogy annak a gombjaira rápakolok. Hogy gyorsan át rá tudjak váltani a fegyverekre. Az lesz. Gameplayen kívül azt megcsinálom. Köszönöm szépen a figyelmet. Egyébként, Mária? Option terére minden? Hol vannak a izék? Ezt akartam. Az egyes slot. Hány a slotunkon vannak a fegyók? 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös, 6-ostól. Majd akkor már rakjuk be a... Ugye, annyi, hogy akkor... Rakjuk be így. És akkor a 2, 4, 6, a 7-estől fölfele. 7-es, 8-es, 9-es és a 10-es. Azokat egergombra én rászórom. Amikor MMO-ztam, akkor vettem még egy ilyen G600 MMO egeret. Ez 20 gomban rajt, plusz még van rajt egy ilyen váltógomb, kettő, amivel ugye meg tudod így háromszorozni, tehát így menet közben is, hogy lenyomod azt, és akkor még lenyomod a plusz 20, akkor így 60 gombnak számít, úgyhogy egy kicsit tud jó lenni a MMO-knál, de most ez pont jó lesz szerintem ide nekem. Ugye a 7-es... Ja, a 7-es, 8-as, a 7-es, várjál. Mint ez érdekes. Mert nem, az egeremnek a gombját nyomom, és az úgy érzékeli, hogy az egy, hogy billentyűkkel rakom, de aztán rohadt volnám. Na nézzük. Ó. Ez jó lesz, gyerekek. Ez nagyon jó. Viszont szerintem még, bocsánat, hogy ezt gameplaybe csinálom, de legalább látjátok, hogy mit ügyeskedek. Szerintem a legutolsót, a 10-est, ezt még rárakom egy. Ide nem tudom rárakni. Ó, de kár. De kár. Ezt roknám inkább ide. És a 7-es slotot. Ezt meg mondjuk ide. Ja, oké, ezt nagyon gyorsan el tudom érni. Akármi szar van, így... Már erre rá is váltottam, azt osztom az áldást. Szuper. Jó van, gyerekek. Ez jó. Ez jó. Most aztán jöhetnek. Ez mindenképp jó, hogy gyorsan tudsz fegyvert választani, nem úgy, hogy görgeted, mint az őrült, tudod. Úgyhogy az tök jó. Ja, egyébként ilyen makrókat is érdemes lenne írni, hogy ugye megnyomsz egy gombot, ráírod, hogy azt júzolja is el. Meg válassza ki, és akkor megnyomod, akkor egyből lehetne így mondjuk egy healing makrót írni, hogy válassza ki mondjuk a 2, 4, 5-ös slotot, meg még akkor nyomja is el, értitek? Úgyhogy ilyeneket lehetne előni, beírni a játékba. De hát még ott nem tartunk, hogy ennyire fejlett dolgokat csináljunk. Nem tudom, egyébként szoktatok ilyet csinálni? Titeket kérdezlek például norvég, vagy nem tudom, akik játszanak így komolyan vele, hogy szoktatok-e ilyen izéket írni, makrókat a különböző dolgokra? Hogy mit tudom, itt healingeljen egyet. Tudod, vannak a G billentyűzeteken
Nekem G105-ön van, ugye vannak ilyen G-gombok, és akkor ugye megnyomsz valamit, akkor arra rá tudsz írni akár egy ilyen nagyon bonyolult műveletsort is, hogy azt végezze el neked instant. Jó, oké, srácok, nem akarom húzni tovább az időt, 3 óra 30, mindjárt reggel lesz, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, innen várlak benneteket, segítsetek Léci a lépcsőnél, meg mindenben is, mindenben is. Na, köszi, sziasztok!